Szia, kicsim! Most indulunk a hétvégénkre, az évfordulósra. Remélem minden tetszeni fog, amit elterveztem. Nem volt egyszerű, de remélem jól fog sikerülni minden, és mindennek örülni fogsz. Ti pedig tartsatok velünk, mutatunk mindent. Újra itt vagyok. Itt vagyunk Bükkfürdön. Most ünnepeljük a hétvégén a házasság évfordulónkat, az elsőt. Hú, most érkeztünk meg, illetve nemrég. Már elkezdtem kipakolni, meg feltettem a vizet forralni. Gyorsan összedobok egy sajtos, sonkás, tejszínes tésztát. Aztán lehet le is megyünk a strandra, fogalmam sincs. Úgy őszintén kicsit zűrösen indult a nap. Nem baj, annál jobb lesz. Úgyhogy ez a hétvége most rólunk fog szólni, csak rólunk. Megegyeztünk, hogy itt most nem emlegetünk, nem gondolkodunk, nem idegeskedünk semmin, senkin, senkik, senkigen. csak magunkkal fogunk foglalkozni, mert megérdemeljük. Holnap lesz egy éve, hogy feleségül mentem életemhez. Hú, mindjárt ki is veszem életemnek az ajándékát. Csináltattam egy cevés A4-es kemény borítós, mondjátok már, fénykép könyvet, és az első évünkről, kezdve tavaly augusztus 11-el, esküvő, nászút, sima hétvége, szülinapok, karácsony, nyaralás, mindenféle képeket, meg kis írásokat tettem hozzá. Remélem tetszeni fog neki. Úgyhogy ez ilyen szokásos kis edikés ajándék szerintem. Kíváncsi vagyok, hogy én mit kapok. Nagyon fél tőle, hogy nem fogok neki örülni, mert amit szeretett volna, azt mondta, hogy nem fér bele a keretbe, mert megszoktam, hogy nem. Nem az a lényeg, hogy 50-60 ezer forintos ajándékot vásároljunk egymásnak. Azt mondta, hogy több aprót vett. Én mondtam, hogy biztos, hogy jó lesz, meg itt vagyunk, kikapcsolódunk, iszunk, eszünk. És ott van, meg is jött a kis pöperccel, úgyhogy kezdődjön a hétvége! Megérkeztünk. Életem fent van, nekem el kellett ugranom egy kicsit. És hát nem részleteztem, hogy mit fog kapni, vagy mit is tervezek neki, vagy neked, életem. Hát én az első estére, ugye a hidegtálazás mellé megterítek, és hoztam egy nagyon finom bort, vagyis hát látványos bort, meg melléje kapsz egy valami finom illatot. Aztán a második napon meg elmegyünk vacsorázni, de már előtte meg lesz valószínű az átadás. Egy ékszert fogsz kapni. Remélem tetszeni fog. Aztán majd meglátjuk. Szeretlek, kicsim. És kész is az ebéd. Nagyon gyors voltam. Hihetetlen gyors. Körülbelül 12 perc alatt megvolt. Maximum. Úgyhogy most már itt vagyunk. Életem is itt van. Nem, pont most jött meg a tulaj. Gondolom elrendezzük a számát meg ilyeneket, azt akkor békén hagyunk el. Mindegy, ezt még gyorsan elmondom. Úgyhogy... Várod a hétvégét? Nagyon. Folytatom. Újra itt vagyok. Már folytattuk az ebédet, de hát ugye megzavartak minket. Te megint tejszínes vagyok, mint rovinyba. Kis cuki voltam ugye. Tulaj, megbeszéltük mindent, kifizettük.
vasárnap délig itt vagyunk, úgyhogy kikapcsolódás, kikapcsolódás, és csak pozitívan minden, nincs sírás, maximum meghatottság, vagy öröm, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. Kiderül. De ennyi. Úgyhogy jó lesz. Bizonyán. Készültünk mind a ketten nagyon. Nagyon akartuk ezt már. Vártuk nagyon, hogy így legyünk. Csak már lehetne holnap, mert már kíváncsi vagyok, hogy mit kapok. Vagy nem kell akkor aggódni, jó? Nem, hogy még jövünk. This time that you never gonna speeding down the road trying to get a piece of mind, but I know you couldn't leave me like that tonight. I know we'll be fine, we'll be fine, even though I love lasted again. 3:48 van, illetem éppen a vacsorát csinálja. Nem találjátok ki, hogy mit csinál, szerintetek? Hát ez már nálunk hagyomány. Lát, hogy nektek unalmas amúgy, nekünk nem. Hideg tálat, igen. Én ki vagyok szorítva ide a erkélyre, de nem baj. Éppen szállásokat néztem jövő nyárra már Horvátországból. Nagyon be vagyunk zsongva, annyira beleszerettünk, főleg Robinyba, hogy szeretnénk, hogyha ugyanolyan hangulatos, meg szép helyre tudnánk menni, meg dörög az ég, jön a vihar, nagyon fúj a szél, kicsit kezd hűvös lenni, nem hoztam semmi meleg ruhát azért, mert mondom, nem érdekel, akkor jó idő lesz, mert láttuk, hogy lesz ma vihar, de nem baj, most éjszaka essen, most fúj a szél, legalább jó idő lesz, jól fogunk aludni, holnap meg egy nagyot strandolunk, mert ugye az ma elmaradt, főleg azért, mert néztem a időjárást, és már 6 órától jelezte, most meg 3:48 még semmi, mindegy. De nap nem sütött úgy igazán, inkább ilyen felhős volt, úgyhogy a napozásnak nem lett volna értelme. Úgyhogy igen, én itt-kint várom türelmesen a hideg tálamat, meg életemet, meg állítólag kapok valami kis meglepetést már. Már kész is van? Na, és kíváncsi vagyok, hogy mi ez a kis apróság. Bár nem érzem jól magam, mert én csak egy ajándékkal készültem. Na baj, remélem tetszeni fog. Életem beküldött a fürdőszobába, kipakol a erkélyre, kaja, meglepetés, minden. Kicsit felfrissítettem magam ott, és hát szeretne nekem mindig meglepetést, de nagyon sokszor tudom, hogy mit ad, és szerintem most is tudom. Elkocsintottam, hogy akartam amúgy én is, mert valakiknek vettünk NASA ajándékot. Csak nem akarom, hogy halljam. Kék bort. Pillanat, most én beszélek, várjál! Menjél ki! Kiment, jó? Na, szóval a kék bort, és mondtam, hogy én is akartam, csak nem tudtam bejönni, mert dolgoztam, meg amikor meg szabad voltam, nem voltam jól, mert mindegy napokban, vagy a hetekben sokszor elájultam meg ilyenek, hogy nem volt annyi erőm, hogy bemenjek a belvárosba, mert van ott egy olyan bolt, ahol lehet természetes színű, ilyen, mindegy, majd elmondom, hogy mérkék, egy sima sárdané, és szerintem amúgy ő ezt megvette. Nem mondtam, hogy annyira jó lett volna, hogy ilyen kis különleges, és a mi évfordulónkra is, mert a modéknak, a barátnőméknek vettük meg, de szerintem az meg lesz. De most nézzük meg. Drunk with my friends, I want you here.
fast. Átadta. és hát... Bárcsak így lenne ötösöm a lotton, de komolyan. Ja, és a másikról nem is beszéltem, mert amúgy azt hittem, hogy csak most a bort fogja átadni. De amúgy ezt is gondoltam, hogy fogok kapni, mert tegnap valahova mentünk, és kifogyott a parfümöm, vagy elromlott a kis spriccelője. Mondtam, nem hiszem el, hogy nekem sosincsen egy normális parfümöm, meg nem tudom mi. Mondom, azt fogadjunk, hogy nem vettél az évfordulóra. És ő akkor még tudtam azt, hogy még menni fog. De nem azért mondtam direkt, de ez az egyik kedvencem. Már amikor megismerkedtünk, és utána, hát egy hónapja ismertük egymást, és akkor még igazából együtt sem voltunk, de akkor azért már meglepett egy parfümmel. Nem pont ez a Pure Woman-nel, de amúgy a Bruno-val, és most is kaptam. És nagyon jó illata van, imádom, és most hidegtálazni fogunk, és nézzétek, kis szívecske. Nagyon cuki. De tényleg, hát én most tök boldog vagyok, hogy nem baj, hogy tudtam, vagy hogy bejött. Inkább lehet, hogy pont azért örülök, mert hogy... Mert hogy odafigyel rám, és én nem csalódtam. Akkor csalódtam volna, nem kapok legalább kék bort. Úgyhogy most eszünk, meg még fotózok, meg fotózunk. Pedig ez még csak a évfordulónknak az előestéje. Én is át akarom adni. Jó reggelt! Felkeltünk. Éppen reggelizni készülünk. Olyan 3:45 van. Itt láthatjátok, nagyon süt a nap, úgyhogy... Ezt fel kell vennem. Arra úgy tudok. Úgyis reggeli fejem van, de már a reggeli kész van. Életem már kihozta, összedobta. Már csak a kávéra várunk. Fekete erdei sonka. Sima sonka. Növényi sajt. Életemnek pirítós, nekem köleses aponetkenyér, paradicsom. És nagyon meleg van, hál' Istennek, úgyhogy szerintem jól bereggelizünk. Én megcsinálom a szafis lángosokat, és azokkal fogunk levonulni a strandra. És végre tudunk napozni. De jó lesz. Amúgy szuper volt az este. Sokat beszélgettünk, iszogattunk, befejeztük itt a beépített szépséget, mert otthon elkezdtük, de nem néztük végig. Úgyhogy jó volt, beszélgettünk, így a... Hát nyilván előkerült mégiscsak a szó azért az esküvőről, meg úgy mindenről. De pozitív volt az este, és alig várom, hogy átadhassam az ajándékom. Meg még ő is valami volt. És ha jól hallom, már éppen az eritritet teszi a kávésbögrébe, úgyhogy nekünk most jó étvágy. És már eszegetünk, kipakoltunk, mint az állat. Megcsináltam a kis lángoskákat, 4 darab van, 4 kisebb. Hoztunk le tejfölt, sajtot, paradicsomot, felvágottot, mindent.
De már nagyon éhes vagyok, úgyhogy még csak egy, nem tudom, 30-40 perce vagyunk itt, de nem muszáj ennünk. Úgyhogy most nem beszélek sokat, most eszünk. Zsonnáztunk, zuhanyoztunk, normális embert faragtunk magunkból, már Csinibe vagyunk, nem sokára megyünk vacsizni, de még hátra van az ajándék. Jaj! Várod már? Nagyon, nagyon izgulok. Van ötlet? Amúgy? Nincs, se fogalmam, nálad nem lehet biztosan menni, még sejteni se lehet nálad. Úgyhogy mindjárt, majd utána jövök, hogyha bár átadtuk. Átadtuk egymásnak az ajándékot. Végignézegettük. Hát, majd mindjárt megértitek, hogy mi az, hogy végignézegettük. Aj, ezt is sejtettem amúgy, hogy mit akar venni, mert hogy árkád, meg pláza, meg hogy módosítani kellett a terven. Órát vett nekem életem. Egy gyönyörű, szép Daniel Klein órát. Nem tudom, mennyire látszik. Majd felveszem külön is, meg úgyis csinálok rá a fotót. És az ő ajándéka pedig egy könyv. Első évünk. Sok szép képpel, nem is tudom, mennyi van benne. Valami olyan 26-7 oldal? Körülbelül. De mindjárt, hogyha tényleg ide jönne... Micsoda? Nem baj. Mi a szövegkel? Akkor elmondhatja ő maga, hogy valóban tetszette, mert én nagyon féltem tőle, hogy esetleg nem... Én soha nem kaptam ilyet. Szebbet. Boldog vagyok. Itt vagyunk a Fehér Lóban, már kikértek be a vacsit. Én hogy más rostélyos teszek hasább burgonyával. Életem pedig bélszín csikokat, csipős, pikáns cuccal, meg hasább burgonyával. És hát most ez ilyen, mert évfordulónk van, úgyhogy belefér a hasább burgonya. Nothing can bring us down. Cause we are together now. Not even time to snap us now. Hazajöttünk az étteremből, megvacsiztunk. Nagyon jó volt. Finom volt, nagyon. Nagyon jó esett. Pedig én csak kis adagot kértem, de tele vagyok. Nagyon jó volt. De enyém meg
pont annyira volt csipős, amennyire csipősnek kell lenni, és valami eszméletlen finom volt. De aztán siettünk haza, mert megígértem Csipikének, hogy egy másfél órán keresztül nem leszünk csak itthon. És amúgy 1 óra 10 perc után haza is értünk, és nagyon-nagyon örült nekünk, nagyon-nagyon boldog most, mert kicsit olyan kis szomorkás volt itt, vagy olyan kis depis. Úgyhogy siettünk haza, most már jó minden. Még beszélgettünk, ajándékokat nézegettünk, meg nem tudom, nosztalgia, minden szól, a zene, kis borocska, még élvezzük az estét, nem akarunk hazamenni szokásosan. De délig még itt maradunk holnap, csak gondoltam amúgy elköszönök, mert szerintem holnap már nem lesz semmi érdekes, reggel felkelünk, gyors összepakolás, egy gyors reggeli, csipiséte és elindulunk haza, aztán hát annyi lesz holnap, hogy valószínűleg hazafele felugrunk anyékhoz, mert csinált körömpörkölt, és én azt imádom, és amúgy szerintem 2-3 éve nem ettem már, úgyhogy mindegy, belefér, egy adag. Ővele megpróbálom megkóstoltatni. Van benne lapocka is, nem csak köröm. Pedig az a legjobb, az a cupákos, amikor így... Na mindegy. Meg valószínűleg holnap elmegyünk még moziba. Megnézzük a Mamma Mia-t. Biztos. Akkor biztos, hogy elmegyünk. Úgyhogy az lesz a levezetés a hétvégének. És boldog vagyok. Én is az vagyok. Boldogabb, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor. Egyre boldogabb. Köszönjük, hogyha megnéztétek, remélem, hogy tetszett, reméljük, hogy tetszett. Akkor lájkoljatok egyet, vagy iratkozzatok fel, aztán majd jövünk még. Puszi, sziasztok! Sziasztok!